Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Átadták a Bartók Béla alapfokú művészeti iskola épületét Bonyhádon. A rekonstrukciós munkák 2014-ben már elkezdődtek, 2018 nyarától pedig egy energetikai pályázat elnyerésével további 128 millió forintból korszerűsítették az épületet. Az idei tanévet közel 250 diák kezdte el. Scheidler Botond évek óta tanul szaxofonozni. Több versenyen is képviselte a zeneiskolát, kórcsoportjában tavaly aranyérmet kapott a Tolna megyei klarinétos és szaxofonos találkozón. A hivatalos megnyitón ő is játszott az ünneplő tömegnek. A zeneiskola növendékei idén szeptemberben egy modernizálódott épületben 21. századi körülmények között kezdték az oktatást. Az én fiam 12 éve tagja már ennek a zeneiskolának, tehát mi még a régi épületben kezdtünk, ami szintén egy nagyon szép épület volt, de nem volt ilyen korszerű. Nagyon örültünk, amikor meghallottuk azt, hogy egy igazán 21. századi épület lesz majd ebből a zeneiskolából. Ugyanakkor a külseje pedig azért megragadó, mert annyira szép, hogy a művészetekhez könnyen társítható. És hogyha belépünk, akkor viszont a gyönyörű szép hangversenytermet látunk, nagyon szép maga belül az épület, nagyon szépen felújították, és ez minden gyerek számára azt hiszem, hogy egy felemelő érzés az, hogy valóban egy szép környezetben tanulhat. És hát ami nekünk a kedvencünk, az pontosan ez az udvar, amit igyekeznek is kihasználni itt a zeneiskolában. Többek között volt már többször családi nap, kis piknik, és ez a nagyon hangulatos és nagyon jó akusztikájú udvar egészen feldobta a hangulatot. Nagyon jó a zenekar számára is, azt gondolom, hiszen volt olyan piknik, ahol már a végén örömzenélés volt, nem akarták abba hagyni a gyerekek a zenét. Az oktatási intézmény vezető helyettese háláját fejezte ki, hogy az elmúlt 5 év során külsőleg és belsőleg is teljes mértékben új pompát kapott az intézmény. Az áldozatos munka haszonélvezője a pedagógusok, a tanulók, illetve a néptáncosok, akik az épületen belül folytatják próbáikat, felkészüléseiket, mondta ünnepi beszédében Bértes Emese. A gyerekek szívesen járnak ide, és tényleg szép, és a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot nem is említem, hiszen az nagyon, nagyon fontos dolog. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kivitelezőknek, az önkormányzatnak, a tankerületnek és mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. 2014-ben már elkezdődtek az épület belső felújításai. 2018 nyarától pedig egy energetikai pályázat elnyerésével tovább modernizálták a patinás épületet, tudtuk meg Bonyhád polgármesterétől. Aki elmondta, szívből örül, hogy sikerült megvalósítani a felújítást, hiszen így méltóbb körülmények között folyik a magas színvonalon működő zeneiskolában az oktatás. Mit valósítottunk meg ebből, mire költöttük ezt a 128 millió forintot? Elkészült az épület födém és homlokzati hőszigetelése. Megvalósult valamennyi nyilázáró cseréje. Komoly gond volt az épület vizesedése, a kivitelezés során ezt is orvosoltuk. A járda bontása és a földkiemelés után a lábazati falak felületének helyreállítása is megtörtént. A teljességre törekedve elkészült saját forrásból még az épület belső udvarának és a parkolójának térkövezése, akadálymentes parkoló került kialakításra, és parkosítás is történt, hogy ezáltal még szebb, még rendezettebb környezet fogadja majd a zeneiskolába érkezőket, a tanárokat, a diákokat, a szülőket egyaránt. Mindezeket összegezve kijelenthetjük, a végeredmény egy energetikailag korszerű, megjelenésében ízléses, szerintem bátran mondhatjuk, szemre való felújítást valósítottunk meg, amelyre méltán lehetünk büszkék. Ezúton is köszönöm mindazok munkáját, akik az előkészítéstől a kivitelezésig szerepet vállaltak mindebben. Az önkormányzat minden egyes pályázati lehetőséget igyekszik megragadni, hogy plusz forrásokat hozzon a városba. Így történt ez a zeneiskola felújítása alkalmával is, hiszen a
területi településfejlesztési operatív program keretében közel 83 millió forintot nyertünk az épület energetikai felújítására, és ezt az összeget egészítette ki az önkormányzat 2018-ban és 2019-ben is összesen 45 millió forinttal, hiszen egy energetikai pályázatnál nem mindent lehet arra fordítani, amire szükség van. Gondoltuk, hogy legyen ez komplex, ez a felújítás, ezért itt, ahol most is állunk, az udvart is térkővel láttuk el, egy akadálymentes rokkantparkoló is kialakításra került, ez minden ilyen beruházásnál előírás, de az épületen kívül a Percelkert sarkában lévő meglévő parkolót is letérköveztük, kis parkosítás is történt, hogy a környezet is segítse az itt működő munkát, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez itt elkészült, 18 nyarán kezdődött az építkezés, és most tudtuk az ünnepés tanévnyitóval egybekötően átadni az ifjúságnak, a diákoknak, az itt működő tanároknak és azoknak a szülőknek, akik nap mint nap hozzák ide a gyermekeket, hogy zenei oktatásban részesüljenek. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolába az idei tanévet közel 250 diák kezdte el, akik zongorán, vonós, fafúvós, részfúvós és ütős hangszereken tanulnak zenélni. A Város Humán Bizottságának felügyelete alá tartozik Bonyhád sportéletének irányítása is. Az elmúlt évben a finanszírozás keretszámai emelkedtek, és jelentős infrastrukturális beruházások folytak, illetve vannak tervben a városban. Kersák Tamás, a bizottság elnöke értékelte azt a munkát, melyet a lezáródó ciklusban elvégeztek a képviselők. 5 évvel ezelőtt, amikor a sportfelügyeletért felelős bizottság összeállt, azt a célt fogalmazták meg, hogy a megelőző időszakok eredményeit ismételjék meg. Az eredmények eléréséhez szükséges anyagi támogatást az önkormányzat kereteinek ismeretében tudta és tudja biztosítani. Én úgy gondolom, hogy példaértékű az az anyagi támogatás, amit az egyesületeink kapnak. A ciklus elején 24 millió forint volt ez az összeg, amit most ebben az évben 2019-ben 30 millió forintra tudtunk feltornászni. Ezt mindig a február 15-ét megelőző képviselőtestületi ülés határozza meg ezt a sarokszámot, majd március holnapig az egyesületnek pályázni kell, hogy ezen összegből milyen összegre tartanak számot. Ez az összeg a 24 millió, vagy immár most már 30 millió, ezt a versenysporthoz szolgálja. A diáksport, az e fölött még rendelkezünk 2 millió forint összeggel, amivel 3 diáksport egyesület tudunk támogatni. A 30 millió forintban minimális összeggel szerepel a tömegsportnak a támogatása is. 13-15 olyan sportegyesület működik Bonyhádon, mely éves támogatásra tarthat igényt, mondta Kersák Tamás. A kiemelt egyesületeink a labdajátékok, tehát a kosárlabda szakosztály, amelyik nagyon nagy összegű támogatást kap. Nyilván szükség is volt rá, mert a második osztályban szerepeltek, illetve a labdarúgó egyesületek viszik el ennek az összegnek a nagy részét. És van még egy olyan egyesületünk, akik második osztályban szerepelnek, ők az asztalteniszezők. Ezt a folyamatosságot szeretnénk biztosítani és átadni, és amiről még szót kell ejteni, hogy az infrastruktúra területén is nagy fejlődés volt, gondoljunk sok a sportcentrum létrehozására, és 2020. december hónapra tervezzük a renti sportpályának a teljes megújítását, ami közel bruttó 1 milliárd forintból áll majd össze. A sport mellett a város tanulóinak táboroztatása és a táborok működése is a bizottság hatásköre.
30 millió forintos összegből minden évben a bizottság tartalékol egy bizonyos összeget. Erre azért van szükség, hogy évközben, ha valamelyik egyesületünk megszorul, ez lehet akár olyanokból, hogy rosszul terveztek, vagy akár sikeres szereplés esetén versenyeztetés nevezési díj, hogy ki tudjuk segíteni, tehát ne lehetetlenül jönnek el az egyesületek. Emellett még nem azt mondom, hogy szociális hátrányos családok és gyerekek számára, bárki számára Bonyhád város mindig nyári programokat szervez, ezt hívjuk Mozdulj programnak, amely szintén ebből a tartalékkeretből kerül finanszírozásra, és ilyen 6-8 nyári programot tervez a sportcentrum, olyan gyerekek, családok számára, akik ezt igénybe veszik. Ebben van labdarúgó torna, van strandlátogatás, van kajaktúra, van éjjeli bolyakereső verseny, és szeretném még kiemelni, ami szerintem szintén nagyon szép, és csak folytonosságra tudnám fölhívni a figyelmet, hogy a bautzeni táborunk a csere látogatásra, és a két olyan táborunk, ami Bonyhád fenntartásában van, a Várajai Parkerdő és az Alsóbélepi tábor. Minden táborozó gyerek naponta 2000 forint támogatást kap, ez körülbelül 300 gyereket érintett az idén. Bonyhád város önkormányzata olyan fejlesztéseket hagyott jóvá, melyek korszerűbbé teszik a várost. Döntés született többek között a József Attila utca komplex felújításáról, egy energetikai pályázat keretén belül 200%-ban önkormányzati tulajdonú épület újul meg. A bonyhádi Jókai utca 3 szám alatti iskola, valamint a Fáj utca 34-es szám alatt lévő Széchenyi iskola étterme. A képviselőtestület döntésének megfelelően a közvilágítási lámpatestek cseréje 2019. szeptember 3-ától elkezdődött, eddig 300 darab lámpatest került felszerelésre. A József Attila utca a Bonyhád város egyik legrégebbi utcája. Burkolata az 1970-es évek elején a szennyvíz és ivóvíz hálózat képítését követően épült a mai napig meglévő beton elemekből. Az utca felső része jelenleg is le van zárva, mivel csőtörés történt. Ez is sürgette a felújítási eljárásokról szóló döntés meghozatalát. A 2019. évi költségvetési rendelet jóváhagyásakor Bonyhád vezetősége döntött a József Attila utca felújításáról. Pályázati úton 30 millió forint támogatást kapott a város az utca felújítására, és további 70 millió forintot különítettek el saját forrásból. Az utca teljes hosszában és szélességében teljes mértékben meg fog újulni, egy új térkőburkolatot kap, mind a járda, mind az út, ki lesznek cserélve valamennyi közművek, csatorna, vízi közművek, illetőleg a csapadék vízelvezetés is megoldásra került, tehát itt teljesen komplex felújítása lesz ennek az utcának. Két pályázatról szeretném tájékoztatni a lakosságot ezen az úton. Az egyik egy energetikai korszerűsítési pályázat, amit top pályázat keretében nyert el a város. 400 millió forintot nyertünk, nevezetesen a Jókai utcai volt általános iskola épülete lesz felújítva, illetőleg a Széchenyi iskola ifjúság étterme. Mindkét helyen ugye az energetikával kapcsolatos szigetelések, nyílászárócserék, napelem feltételek, tehát egy komplex korszerűsítés valósul meg. Közvilágítás korszerűsítése is folyamatban van, ugye a új lámpatestek cseréje, korszerűre, energetikailag hatékonyabbakra, nagyobb fényerőt biztosítókra. A munkálatokat elkezdték, körülbelül 300 lámpát már kicseréltek, fennmaradó, úgy tudom, hogy összesen 2100 lámpatest kerül kicserélésre, folyamatosan történik, és várhatóan október közepéig befejeződik ez a beruházás is. A kézimunkák színvilága és díszítő elemei nagyon gazdagok és sajátosak. A kézimunka vallomás az asszonyok szorgalmáról, kézügyességéről, ízléséről és kreativitásáról. A sváb kézimunkák jellemzőiről, a hímzés kialakulásáról, a minták közötti különbségekről tartott előadás Bonyhádon Trautmann Konrádné Müller Mária népi hímző. Mint mondta, aki tud zoknit stoppolni, tudja a sváb hímzést. Bonyhádon a helyi német kisebbségi önkormányzat szervezésében megkezdődött ennek a különleges és egyedi hímzésmódnak az átadása. Az érdeklődő asszonyoknak Trautmann Konrádné tartja a foglalkozásokat, aki 2001-ben ismerkedett meg és kezdte el a gazdag mintakincs feldolgozását. Ahogy elhangzott, régebb a hímzéssel tették egyedivé, ünneplővé az egyszerű kendervászonból készült ingeket, kötényeket, dísztörülközőket az asszonyok. A Gyönki tájház gyűjteményéből dolgozom, ott ezek a minták megtalálhatók eredeti ingeken, kötényeken,
díszterül közökön. Jó, van közben egy-egy minta, amit már időközben én találtam más újságokban, ami nem kimondottan, de subrikás hímzés. Itt azt kell mondani, megjegyeznem, hogy a subrika a magyar értelmi kéziszótár alapján a minta, kihúzott szálak minta szerinti visszastoppolása. Mert aki tud zokni, stoppolni, az tudja csinálni a subrikás hímzést. Furcsa, hogy így mondom, de ez nem más, mint az okni stoppolás technikája. Az, hogy nem egy-egy szálnál, mint ugye az okninál, hanem itt szál kötegenként 4-5 szál, vagy ha úgy adódik 6 szál van összefogva is, és az van bestoppolva. Mint mondta, Komia Tini ráhatására kezdett el hímezni, majd egy önki tanfolyamon keresztül értékes tapasztalatokra tett szert a ma már népi hímzőként tevékenykedő Müller Mária. Úgy alakult, hogy jött egy hét szünet, fűtési szünet, és azt mondta a házi feladat, mindenki hozzon valamit, és én úgy mentem vissza, hogy vittem egy kész svábhímzéses terítőt, ami az első munkám volt, és én ezt teljesen autodidakta módon senki nem tanította meg, mert egy kicsit furcsa, amit mondok, aki tud zoknit stoppolni, az tudja csinálni a svábhímzést. Mert a subrika nem más, mint a kihúzott szálak mintaszerinti visszastoppolása. És tényleg egy olyan egyszerű dolog, hogy azt kell mondanom, aki tud zoknit stoppolni, az tud subrikázni. Országos szinten egyedül csinálom, nem tudom, hogy bárki is lenne. Népiparművész címet 2009-ben kaptam meg. Azóta folyamatosan zsűriztettek. Aktívan segíti a gyönki hagyományok ápolását, mivel a gyönki szövőszakkört is ő vezeti. Van egy 9-es fiú, aki oda jár a szakkörre, és mondom, hogy képzeld el, a udvari vőlegényt úgy itt kötök. Következő héten jön, hogy már végigjárt a falut, hogy képzeljék el, megvan a Defner Józsi bácsinak a vőlegényt útja, és azóta folyamatosan hozza nekem az udvari tutyi mintát, úgyhogy most már ott tartok, hogy közel 10 mintát hozott nekem. Úgyhogy nem is kell kimenjek udvariba, és jönnek a minták maguktól, mert egy ilyenre akadtam rá. A nyers vászonnat a kihúzott szállal mintázták, hogy az egyszerű házi vászon szőttes ingeket, kötényeket vagy díszörülközöket ezzel díszítették. Már a 30-as években jött be, mikor már egy-egy a színes szál az annyi, hogy olyan sárgás vagy olyan drapos árnyalatú, de nem tarka hímzés, mert gyakorlatilag ez nyerssel hímzett. Míg akkor olyan stilizált virágot kezdtek ráhímezni, vagy monogramot, de ezzel tették egyedivé a házi szőttes ingeket. Megvarták az ingeket, és akkor azt ezzel díszítették, hogy mégis egyedi és különleges és ünneplőbb legyen. Végül is a subrika az olyan, hogy amit kockáslapra le lehet rajzolni, azt ki lehet subrikázni. Mert geometrikus kockás minta, majd meg lehet nézni itt a munkáimat. Meg kiegészítő mintái vannak, olyan, hogy Margit öltés, mesterke, azúrral, felsőnánai, azúr, létrás, azúrra, de már ilyen kiegészítő, csak ilyen szélminta, főminta, a subrika mindig. A legrégibb kézimunkák kenderből, gyapjúból készült szöttesek kevés hímzéssel vagy horgolással vannak díszítve. A korai hímzéseknél a kézzel megrajzolt vonalas motivumok jellemzők és kevésbé színesek, legfeljebb egy vagy két színt használnak. Elmondása alapján ő saját maga, otthonába magányosan végzi ezt a tevékenységet. Ha valaki érdeklődik, ha kell, akkor rendelkezésre tudom úgy bocsájtani a Lakner-féle hímzés mintagyűjtem, mint amit 80-as években Babics kiadott, tolnám egy ilyen hímzés mintái. Igazából abból dolgozok, még a Gyönki tájházban található munkákból. Nekünk az utókor számára üzenetet hordoznak őseink életéről, mindennapjairól, örömükről, bánatukról.
1991 óta ünnepeljük világszerte október 1-én a szépkorúakat. Ezen a napon köszöntjük és gondolunk tisztelettel és megbecsüléssel azokra, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatát tudják maguk mögött. Az idei október 1-én megrendezésre kerülő Bonyhádi Idősek Napja rendezvényre szinte minden hely elkelt. A szervezők ingyenes szűrésekkel, koncerttel és sok meglepetéssel várják a bonyhádi időseket. Tavaly a Művelődési Központban Balázspali koncertjén fiatalokat megszégyenítő módon szórakoztak a szépkorúak. Idén ismét egésznapos eseményt szerveznek az idősek napjára a Bonyhádi sportcsarnokba. Néhány héttel az esemény előtt szinte minden regisztrációs hely elkelt. Tudtuk meg Vizin Balázs, a Bonyhádi Önkormányzat kommunikációs munkatársától, aki a részletes programkínálatot is ismertette. Program, ahogy említettem, október 1-én kezdődik, 5 óra magasságában, sőt, ezt megelőzően is már 3 órától egészségügyi szűrésekkel és állapotfelmérésekkel kedveskedünk az idős polgároknak, majd 5 órától polgármesterasszony köszöntőjével nyit a rendezvény, amelyet követően Kovács Kati énekes lesz a színpadon, aki a tőle megszokott kiváló produkcióval szeretné egy kiváló hangulatot teremteni a sportcsarnokban, és hát egyéb meglepetésekkel is készülünk, de ez egyelőre maradjon titok. Sok szeretettel és nagy tisztelettel várjuk a bonyhádi szépkorúakat. Bízom benne, hogy minél többen velünk tartanak a rendezvényen. A nagy érdeklődése való tekintettel a szervezők arra kérnek minden bonyhádi szépkorút, hogy minél hamarabb keresse fel a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ információs munkatársait, és igényelje az ingyenes, még fennmaradt regisztrációs jegyeket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!